A megújult tüskecsarnok adott otthont a Zsíros Tibor magyar kupának február 19 és 21-e között. A 8 legerősebb férfi kosárlabda csapat küzdött meg egymással. A szolnoki Olaj és a Kecskemét csapata. A KTE Duna aszfalt között zajló döntő meccsen szurkolt Szújó Zoltán, az MTVN Sport főszerkesztője is. A második negyed után fél időben kérdeztük az idei kupáról. Talán kevesen tudják, de hogy kosárlabda edzőként végeztem a TF-en, és magam is kosárlabdáztam több mint 10 évig. Úgyhogy én nagyon szeretek egyébként is sporteseményekre járni, de kosármeccsre aztán meg különösen. A kupának mindig egészen különleges hangulata van. Ugye azért itt egy-egy meccsen dől el a továbbjutás meg a kupa sorsa, és bár a Szolnok torony magas esélyes, azért a Kecskemét talán okozhat meglepetést. Bajban vagyok, mert én a Dunának azon az oldalán lévő városokat kedvelem egy picit talán jobban, ez persze nem igaz, mert női vonalon inkább Pécs Drucker vagyok, de azért is választottuk a Magyar Kupa 8-as döntőjét, illetve a Magyar Kupa elődöntőjét és bronzmeccsének döntőjét, hogy közvetítjük az MTVA-ban, mert tényleg szenzációs a hangulat. Az ország minden tájáról érkeztek szurkolók, fergeteges hangulatban zajlottak a mérkőzések. A leghangosabb szurkolótábor a szolnokiaké volt. Fantasztikus atmoszférát varázsoltak a tüskecsarnokba. A Kecskemét csapata azonban nem nagyon tudott belemelegedni a játékba. Sorra jöttek a rossz kísérletek, és már az első játékrész szolnoki vezetéssel végződött. A nagy szünetig a Szolnok tovább növelte előnyét, így gyakorlatilag a félidőre már eldőlt a találkozó. Izgalmas, kupadöntőhöz méltó hangulat van. Mondom, a Szolnok azért úgy tűnik, hogy nagyobb fölényben van, és a Kecskemétet viszonylag könnyedén verheti, de azért lehet egy-egy olyan döntő momentum, akármilyen sporteseményen, akármilyen meccsen, ami megfordíthatja akár a mérkőzés menetét, és talán még föltámadhat a Kecskemét. Elég egy jó három pontos, vagy valakinek egy jó szériája, és abban a pillanatban ismét benne lehet a meccsben a Kecskemét, úgyhogy most azért szurkolok, hogy lássunk egy izgalmas végjátékot. A pihenő sem segített a Kecskeméten. A kifejezetten pontszegény mérkőzésen 67-49-es győzelemmel zárta a finálét a Szolnok csapata. Így a Tiszaparti együttes 2002 óta 6. alkalommal hódította el a trófeát.